181 éve kapta meg Arad a szabad királyi város rangot. Az évforduló alkalmából idén kéthetes ünnepségsorozattal emlékeznek meg a marosparti város lakói. Az aradi napok a 2021-es Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerését célzó küzdelem köré csoportosulnak. Kiállítások, színházi előadások, filmvetítések, koncertek, szabadidős tevékenységek, kirakodó vásár. Ezek a rendezvények minden évben szerepelnek az aradi napokon. Idén viszont több rendhagyó programmal is készültek a szervezők. Így például sok embert vonzott a kolozsvári tűzzsonglőrök látványos bemutatója, és premiernek számít az is, hogy az egykor híres textilgyár csarnokaiban rendezett be fotókiállítást egy helyi civil szervezet. A 10 ország, 10 fotóművész című kiállításunkkal megpróbálunk valami más nyújtani azoknak az aradiaknak, akik megunták ezt a várost, és világkörüli útra hívjuk őket a régi gyár falai közé. Újdonság az is, hogy szinte minden rendezvény a 2021-es Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerését célzó pályázat köré csoportosul. Arad testvérvárosa Pécs támogatását is élvezi. A Baranyai megyeszékhely 2010-ben volt Európa Kulturális Fővárosa, most pedig kész arra, hogy átadja tapasztalatait Aradnak. Az erről szóló hivatalos támogató nyilatkozatot Pécs alpolgármestere nyújtotta át a marosparti város polgármesterének. Erre a programsorozatra való felkészülés is, már önmagában a rákészülés is egy nagyon komoly előrelépést jelent a kulturális területen, és mindenképpen ez a pályázat segíteni fog abban, hogy Aradot elhelyezze egy nagyon hangsúlyos, fontos pontként Románia kulturális térképén. Aradon immár hagyomány, hogy a városnapok alkalmával bemutatkozik a Baranya megyei város és ízelítőt nyújt kultúrájából. A Pécs nap idén is egyik kedvelt színfoltja volt a hétvégéig tartó aradi napoknak.